Üdvözlök mindenkit a legújabb Insight videóban. A mai rész egy kicsit kísérletezősebb lesz, ugyanis különböző víztípusokat fogunk kipróbálni, és megpróbáljuk kideríteni, hogy melyik lehet a legtisztább, amit a kémcsőbe tölthetünk. A kémcsőben történő keltetési időszak alatt a legtöbb királynő nagyon félénk és könnyen stresszelhető. Ha ebben az időszakban túl gyakran zavarjuk meg őket takarítással vagy friss kémcsőbe költöztetéssel, azzal hátráltathatjuk a kolónia fejlődését. Különösen igaz ez a kényesebb fajoknál, amelyek nehezebben alapítanak államot. Tehát minél később kell őket költöztetni, annál jobb, ezért megpróbáljuk kitalálni, melyik lehet a legjobb víz, amit használhatunk. Az egyik tesztalanyunk az esővíz lesz. Ez sajnos nagyon sok szennyeződést tartalmazhat, mire hozzánk kerül, így én a lehető legtisztábbat próbáltam begyűjteni. A kísérletet még februárban kezdtem el, így volt még lehetőségem gyűjteni a legutolsó friss hóból egy keveset. Ebből nyertem az általam elérhető lehető legtisztább vizet. Olvadás után azért még ebben is lehet látni számos szennyeződést, de még mindig tisztább valamivel, mintha állóvízből gyűjtöttem volna, vagy a koszos háztetőről lezúduló vízből. Meglátjuk majd, milyen eredményekkel végez. Ezen kívül vizsgáltam még csapvizet, ásványvizet, forralt vizet, ezüst kolloidot és ioncserélt vizet. Próbáltam olyan víztípusokat kiválasztani, amelyek bárki számára elérhetőek. Természetesen a csapvíz összetétele régiónként és időszakonként is eltérő lehet, nyáron például több klór tartalmaz, mint télen. Bevizsgáltathattam volna őket, hogy kiderüljön a pontos összetételük, de nem az volt a cél, hogy minél pontosabb, hivatalosabb eredményt kapjunk, hanem az, hogy egy átlag hangyás számára is használható eredményünk legyen. Ezért tartsátok szem előtt, hogy ez az én saját, szubjektív tesztem. Sok mindenre rámutat majd, de nem törekedtem a teljes pontosságra, tekintsétek aféle ajánlásnak, mintsem egyértelmű, megingathatatlan eredménynek. A teszt közben a lehető legtöbb zavaró tényezőt igyekeztem kizárni. Vadonatúj, frissen bontott kémcsöveket és vattát használtam, hogy kizárjuk a korábbi szennyeződés lehetőségét. A kémcsövek feltöltése előtt alaposan kezet mostam, és bőrfertőtlenítőt is használtam. Bónusz kísérletként azonban összeállítottam csapvízzel újrahasznosított kémcsöveket és új kémcsöveket is, ez utóbbi összerakása előtt nem mostam kezet. Így azt is láthatjuk majd, hogy ezek a tényezők mennyivel rontanak később a kémcsövek állapotán. A kémcsövek összeállítása után látszik, hogy még a friss hóból olvasztott esővíz is mennyi szennyeződést tartalmaz, bevallom, én ennek a víztípusnak jósolom a legrosszabb eredményt. Úgy döntöttem, először hangyák nélkül vizsgálom meg a kémcsöveket, ezzel láthatjuk majd, hogy nélkülük melyik víz hogyan reagál. A kémcsövek száját azonban a pára miatt ugyanúgy lezárom egy kis vattával, mintha hangyák lennének benne, és ugyanúgy vízszintesen tárolom őket a kísérlet idejére. Minden víztípusból 3-3 mintát készítettem, és a kémcsőtartó számozása alapján felírtam magamnak melyik-melyik. Végül jöhet a két adag bónusz kémcső. Az egyik adag csapvíz elmosott, újrahasznosított kémcsőbe megy, a másik pedig új kémcsőbe, de előzetesen nem megmosott és lefertőtlenített kézzel rakom össze. 4 hónappal később jól látszik a változás a kémcsöveken. Jelentős koszolódásuk miatt egyértelműen kizárhatóak a további tesztekből a koszos kézzel vattázott kémcsövek. De az ásványvízzel töltött kémcsövek vattái is sokkal jobban szennyezettek, mint amire számítottam. Az esővíz is meglepett, ez kevésbé koszolódott, mint vártam, de én mégis kizárnám a kísérletből, mert viszonylag nehéz tiszta állapotában begyűjteni, és a gyűjtés módjától függően teljesen kiszámíthatatlan, hogy milyen szennyeződések kerülhetnek bele. Az újrahasznosított kémcsöveknél szélsőséges eredményeket láthatunk,
kettő viszonylag tiszta maradt, egy pedig nagyon koszos. Mivel nem mindenki tud mindig új kémcsőben hangyákat tartani, ezért ezeket egyelőre tovább viszem a második körbe. Az ion cserélt víz és az ezüst kolloid nagyon hasonló eredményt mutat, mind a kettő meglehetősen tiszta maradt, azonban furcsa kristályos kipárolgások jelentek meg náluk a kémcső falán, a vatta előtt. Végül a forralt vizes csöveken enyhe penészedést figyelhetünk meg, ez is egy bárki számára könnyen elérhető víztípus, ezért ő is bent marad az utolsó fordulóra, amelyben már hangyákkal együtt teszteljük a kémcsövek koszolódását. Most tehát megfigyelhetjük, mennyiben változik a kémcsövek szennyezettsége a hangyák hatására, illetve vizsgálhatjuk azt is, hogy a tesztben résztvevők között van-e olyan víztípus, amely esetleg veszélyes lehet a hangyákra nézve. A hangyakolóniák esetében nem mindegy az egyedszám, illetve az etetés gyakorisága sem, amellyel szennyeződést viszünk be a kémcsövekbe. Ezért a 3-ból 2 kémcsőnél dolgozós kolóniákat raktam be, a harmadiknál pedig csak egy államalapítás alatt álló királynőt egymagában. A választott faj a Messor barbarus volt, mert idén ebből a fajból volt a legtöbb rendelkezésre álló kolóniánk. A dolgozós csapatok a kísérlet ideje alatt etetve voltak, az önálló királynők nem. A felső két sor tehát rendszeresen kapott magkeveréket és darabolt risztkukacot. Az elkoszolódott élelmet pedig igyekeztem pár nap után kivenni, ugyanúgy, ahogy egy keltetés alatt álló kis csapatnál teszi ezt az ember. Újabb 3 hónappal később már látszik a változás a hangyás kémcsöveken. Az eredmények a következőképpen alakultak. Utolsó helyen végzett az újrahasznosított, elmosott kémcső, ez bizonyult a legszennyezettebbnek. Mi csak sima vízzel szoktuk elmosni ezeket a kémcsöveket, külön fertőtlenítést egyelőre még nem szoktunk alkalmazni, pedig az biztosan javított volna az eredményen. Itt a víz is elszíneződött, és a vatta hátsó része is elkoszolódott, valószínűleg a hátra maradt szennyeződések miatt. Az utolsó előtti helyre a csapvíz került, jelentős visszaeséssel a korábbi elvárásokhoz képest. Hangyák nélkül ugyanis ez volt az egyik legtisztább, viszont hangyákkal csak az utolsó előtti helyre tudott bekerülni. Itt már csak a vatta felszíne koszolódott el, azonban hiába volt ugyanúgy takarítva, mint a többi kémcső, aggasztó módon atkásodás jelent meg az etetés alatt álló kettő kémcsőben, ezért is került az utolsó előtti helyre. Egyen jobb eredményt ért el az ezüst kolloid, itt sokkal kevésbé koszolódott el a vatták felszíne, azonban a 3-ból 1 kémcsőben itt is jelentős atkásodást figyelhetünk meg. Az ezüst kolloidot a már korábban is hozzá hasonló eredményt mutató ioncserélt víz követi, itt már nem jelent meg atkafertőzés, pedig ugyanabból az élelemből kapott enni mindegyik kolónia. Érdekes módon itt is a középső kémcső a legszennyezettebb, ennek még a vize is elszíneződött. Az ioncserélt víz így a 3. helyen végzett a vizsgált víztípusok között. Megérte bentartani a 2. körben a forralt vizet, hangyákkal együtt már a 2. helyre tudott felzárkózni. Érdekes, hogy milyen jelentős különbség figyelhető meg itt hangyák nélkül és hangyákkal a kémcsövön. A vatták felszínén kisebb mértékű penészedést láthatunk, és csak az egyiknek a hátsó része színeződött el enyhén. A hangyás kísérlet nyertesénél hasonlóan meglepő érretörést láthatunk. Itt az ásványvíz végzett az első helyen, ahol nem történt atkásodás, nem koszolódott el a víz és a vatta hátulsó része, és az előső részén is csak minimális penészedést láthatunk. Ezek a kémcsövek, ha nem száradnak ki, akkor még legalább 1-2 hónapig jók lennének a hangyáknak. Utolsókból lesznek az elsők, ahogy a mondás is tartja. Összegzésképpen ezen kívül még a következőket figyelhettük meg. Papír ceruzát elődiktálok. Jól figyelj, nem mondok semmit kétszer. A hangyákat tartalmazó kémcsövek 30-50%-kal jobban koszolódtak, mint a hangya nélküliek. Ez persze fajonként változó lehet, a messzor egy viszonylag tiszta faj, de vannak olyan fajok is, amelyek nem kidobják, hanem ösztönösen inkább elássák az élelmet. Nekik a kémcsövük is hamarabb koszolódik.
A hangyák egyedszáma a királynőtől 10-15 dolgozós kiskolóniáig nem mutatott számottevő változást a kémcsövek koszolódásában, ahogy az etetés sem. Néhány kémcsőben az egyedülálló, etetés nélküli királynő vattája koszolódott el a legjobban. Ez a különbség azonban nagyobb kolóniáknál már biztosan megfigyelhető lehet, ahol jóval több dolgozó van a bolyban. Az egységesen csapvízzel összeállított kémcsöveknél a tiszta kézzel összerakott új kémcső maradt a legtisztább, ezt követte az elmosott kémcső, és a legrosszabb eredménnyel az végzett, ahol hiába volt új a kémcső és a vatta is, az összeállítás előtt nem mostam kezet, tehát mindenkinek azt tudom javasolni, hogy kémcsőtöltés előtt alaposan mosson kezet, így jelentősen megnövelhetjük a kémcső tiszta időszakát hangyáinknak. És most zene jön, igaz, Miki bács? Tessék! Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, ne felejtsd el kedvelni, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornánkra, és kapcsold be a csengőikont, hogy ne maradj le a további izgalmas és érdekes hangyás videóinkról. Na, mi ez? Ki tudja, mi ez a dal?